Ich begrüße unsere liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Sie sehen die Sendung des Ungarn-Deutschen Magazins. Bleiben Sie mit uns. Die deutsche Selbstverwaltung Teidisch gewann eine deutsche Ausschreibung. Sie organisierte eine interaktive Vortragsreihe für Kinder. Einstimmung. Die Kleinen lernen die deutsche Sprache kennen. Traditionelle und moderne Rezepte. Bailey-Back-Wettbewerb in Saarberg. Deutsche Gala. In Sachsen fand ein Gala-Programm der Ungarn-Deutschen statt. Die deutsche Selbstverwaltung Teidisch organisierte im Rahmen einer Ausschreibung, was sie gewonnen haben, eine Reihe von interaktiven Vortragsreihen an verschiedenen Orten in Beteiligung verschiedener Vortraggeber für Kindergartenkinder aus Teidisch, Grossnarad, Bavarz und Zeike, sowohl Grundschüler aus Bohl und Teidisch. Eine Station des Projekts war in Erzsébet-Szigetó in Bohl, wo die Kinder das Theaterstück des Kaisers Neue Kleider in der Interpretation der Deutsche Bühne Ungarn sehen konnten. Hunderte von Kindern konnten im Rahmen eines neuen Projekts die Aufführung des Deutschen Bühne Ungarn, der Kaisers Neue Kleider, sehen. Die Präsentation war überwiegend in deutscher Sprache, das heißt, das Ziel der Initiative ist, den Kindern die deutsche Sprache näher zu bringen. An der Aufführung nahmen Grundschüler und Kindergartenkinder aus den Umgebung teil. Das heutige Programm ist ein Teil des kompletten Projekts Theaterspaßprojekts. Die IFA, das Institut für Auslandsbeziehungen in Deutschland, hat dieses Projekt ausgeschrieben. Wir haben uns beworben mit diesem Projekt und haben die Möglichkeit bekommen, es zu finanzieren. Das Auswärtige Amt in Deutschland finanziert das komplette Projekt. Es sind insgesamt 22 Vorstellungen. Dieses heute ist eine. Wir haben für die Kindergartenkinder unterschiedliche Programme, unterschiedliche Theaterkünstler, zum Beispiel Ildiko Frank mit ihren Koffermärchen, die Frau Holle spielt und den Froschkönig spielt. Ja, und nächste Woche werden wir das Zaubermusikensemble haben und sie haben ein ganz spezielles Adventprogramm. Wir spielen für die Kindergartenkinder auch in Zeug, dann kommen die Kindergartenkinder aus Bobotz nach Zeug und die Kinder aus Sedeking aus dem Kindergarten dort zusammengefasst. Und den zweiten Teil spielen wir dann in Töttösch und dann kommen die Kinder aus Grossnarad dazu. Für das Programm sorgte das Deutsche Bühne Ungarn. Für das junge Publikum wurde das bekannte Märchen Der Kaisers neue Kleider auf die Bühne gebracht. Wir haben dieses Stück ausgewählt einerseits, weil das ein großer Traum des Regisseurs war, dieses Stück einmal zu inszenieren. Und andererseits suchen wir immer ein Stück für die Kinder, das kindgerecht aktuelle gesellschaftliche Themen bearbeitet. Dass man den Kindern spielerisch ein gesellschaftliches Phänomen erklären kann. Und dafür war dieses Stück ideal. Das ist das Stück Des Kaisers neue Kleider. Es geht um einen Kaiser, der sehr eingebildet ist, der immer die neuesten Klamotten, die neueste Mode haben möchte und sich eigentlich nicht so für seinen Beruf als Kaiser interessiert. Und das hören zwei Betrüger, dass er wieder das allerneueste Outfit sucht und sie beschließen, den Kaiser reinzulegen und ihm Kleider zu schneidern, die nur diejenigen sehen können, die klug genug sind, um ihren Beruf auszuüben. Und natürlich gibt es so einen Stoff nicht, das ist klar. Und es ist sehr interessant, wie das Volk darauf reagiert. Und es ist noch interessanter zu hören und zu sehen, wie die Kinder darauf reagieren und was die Kinder sagen, ob sie es nachvollzogen haben, warum die Erwachsenen eigentlich die Wahrheit nicht aussprechen und ist es in dem Fall wichtig, die Wahrheit zu sagen oder nicht zu sagen. Und was passiert in dem Moment, wo es das Kind ausspricht, dass der Kaiser ja eigentlich nichts anhat? Ich spiele, wie man vielleicht erkennen kann, den Kaiser. Oh, ich glaube, wir haben 5 oder 6 Wochen probiert. Es war ganz interessant, weil unserem Regisseur haben alle Textversionen, die wir gefunden haben oder im Vorfeld gesucht haben, nicht gefallen. Dann hat er beschlossen, er schreibt eine eigene. Und dann haben wir sehr viel probiert und sehr viel damit ausprobiert und viel geändert oder dazugenommen oder wieder weggelassen. Das heißt, es war ein ganz eigener Entstehungsprozess. Das war die erste Produktion, das Kinderstück. Und jetzt bereiten wir gerade ein Klassenzimmerstück vor, also für Jugendliche von 15 bis 19. Und in einer Abendproduktion, da habe ich von einem Kollegen die Rolle übernommen. Die konnten wir leider noch nicht so häufig spielen. Also, ja,
Ich bin momentan sehr viel in Kinderstücken unterwegs. In einem Workshop an der Aufführung wird gemeinsam mit den Kindern über das Stück und den Lehrer gesprochen, natürlich auf Deutsch. Unsere Stücke, vor allem die Kinderstücke, bereiten wir vor und nach. Das heißt, wir haben theaterpädagogische Workshops, in denen wir in die Schule oder in den Kindergarten fahren und dort spielerisch ein Stück vorbereiten, nachbereiten, damit die Kinder auch etwas mitnehmen. Wir möchten nicht, dass die Kinder einfach nur ins Theater kommen, um Theater zu sehen, sondern das Theater ist ja doch dafür da, dass man sich eigene Gedanken macht und lernt, seine eigenen Gedanken auszudrücken. Für des Kaisers neue Kleider bieten wir ein Nachgespräch an, also 60 Minuten Stück und dann nochmal 20 bis 30 Minuten Gespräch, in denen ich von den Kindern wissen möchte, was sie davon mitnehmen. Es geht nicht darum, Wissen abzufragen, wie viel hast du sprachlich verstanden. Auf gar keinen Fall. Wir sind nicht in der Schule, sondern was nimmst du davon mit? Was lernst du vielleicht daraus? Hast du vielleicht eine Idee, warum wir dir das gezeigt haben, dieses Stück? Und die Kinder geben uns sehr interessante Rückmeldungen und auch wichtige Rückmeldungen, damit wir unsere Arbeit auch besser machen können und uns dem anpassen können, was Kinder und Jugendliche interessiert. Mit solchen und ähnlichen Angeboten sollen Kindern schon früh die Sprache Deutsch spielerisch nähergebracht werden. In Zukunft wird dies bei eigentlicher Sprachenlernen helfen und die Kleinen werden keine Angst haben, eine Fremdsprache zu sprechen. Gyöngyi Scherer Csabai betreibt seit 4 Jahren einen Stimmraum und ein Spielhaus für die Jüngsten. Der Zweck des Erwerbstätigkeit ist in erster Linie Entwicklung. Eltern können mit den Kindern Kinderreime und Lieder singen, alles auf Deutsch. Danke, prima gut, danke, prima gut, tschüss auf Wiedersehen. Danke, prima gut, danke, prima gut, danke, prima gut, tschüss auf Wiedersehen. Scherer Csabai Gyöngyi 8 évig tanított a Szekszárdi Dienes Valéria általános iskola alsó tagozatában. 2017-ben született a kisfia, akivel számos babafoglalkozást kipróbáltak. Azonban nemzetiségi tanítóként nagyon hiányzott számára egy olyan program, ahol a gyerekekkel német mondókákat, dalokat énekelhetnek. Bakke, bakke, kuchen, der bakke, bakke, kuchen, der hier guten Kuchen, bakke, der muss haben.2018-ban született meg az ötlet, hogy szeretne németül babás foglalkoztatót tartani. Eleinte barátokkal, ismerősökkel jöttek össze, majd többek között Bonyhádon a német önkormányzat támogatásával kezdett el ingyenes hangulódó játszóházat tartani németül. A fejlesztő része az természetesen, mint pedagógus, ugye mindenre próbálok odafigyelni, tehát ugyanúgy nem csak az idegen nyelv, nyilván ez egy dolog, de ugye az, hogy a picikéknek a finom motorikai mozgás, tehát a kis kezecskéjük, a mozgásfejlesztés, minden legyen benne, és itt ezzel nem csak az, hogy eljönnek egy babafoglalkoztatóba, mint minden bármilyen másik babafoglalkoztatóba, maga a szociális hangolódás is, hogy alkalmazkodunk egy kicsit másokhoz, megtanulunk másokhoz is alkalmazkodni. Tehát itt minden van, tapsolás, mozgás, futkosás, ugrálás, guggolás. Tehát mindent, amit egy ilyen picikének már úgy mond, aki már elkezd járni, már elvárható dolog. Tulajdonképpen 0-3 éves korig bárki jöhet, tehát volt már olyan anyuka, aki a 6-7-es picikejét is elhozta. Igazából a zene, az ének, a mondóka, a ritmizálás, ez tulajdonképpen már az anyamékben is egy nagyon fontos szerepet játszik egy pici babának. Hát még amikor már élőben hallja, és itt van, és közöttünk van. De tulajdonképpen mindenféle korosztály, tehát amikor nyári szünet van, akkor az óvodás nagytesó is el szokott jönni, sőt, vannak olyan helyek, például Cikón vagy Hidason volt olyan, ahol az iskolás nagytesók is eljöttek, és ők is játszottak velünk. Na,
amit máshol magyarul kapnak meg, itt németül kapnak meg. Tehát csupán, itt csak német nyelvű mondókák, dalok vannak, akár zenék, amik ilyen úgymond populárisabb zenék, de a német nemzetiségi hanyományápolásra is ugyanúgy hangsúlyt fektetünk. Tehát tulajdonképpen itt egy olyan komplett képet kapnak a gyerekek, hangolódnak az idegen nyelvre, a nemzetiségi hagyományokra, a német dalokra, a német mondókákra. Úgymond hozzászoknak ahhoz, hogy létezik egy nyelv az anyanyelvükön kívül is. Tehát itt nem tanítunk, nem német nyelvet tanulunk, mert ugye ezt pedagógusként bátran merem állítani, hogy ezt 6 éves kortól kezdünk mi az iskolában németet tanítani. Ilyen pici korban hangolódunk, óvodáskorban utánzunk, és utána jön az igazi tudatos német nyelvtanulás. Mi ehhez segítünk hozzá itt már babakorban. Gyöngyi elmondta, hogy sok olyan család van, akik sváb származásúak, ők is szívesen vesznek részt egy-egy foglalkozáson, de vannak olyanok is, akik egyáltalán nem tudnak németül, de szeretnék, hogy a gyermekük már kisbaba korban hallja a nyelvet. Einheimische Wurden zu einem Beigliebackfettbewerb in Sabern eingeladen. Die Deutsche Selbstverwaltung der Braunau-Siedlung organisierte die Kostprobe von schwäbischen Kuchen, die mit Traditionen Beigli eingereicht wurden, aber die Mannschaften konnten auch heute modische Füllungen verwenden. Csábító illatok fogadták a Székelyszabarra érkező vendégeket az adventi időben. A német önkormányzat beigli sütőversenyt hirdetett a helyieknek és a környék lakóinak egyaránt. A sváb konyháról köztudott, hogy egyszerű, mivel olyan alapanyagokat használtak fel, melyeket a magyarországi németek maguk termesztettek. A hideg időszakban elsősorban azokat a zöldségeket, gyümölcsöket és egyéb terményeket használták, melyek jól elálltak a pincében, vagy a kamrában. És hogy mit csináltak velük? Például beiglibe töltötték azokat. Először is megcsináljuk a tésztát, azt összekeverjük recept szerint, és utána pedig a tölteléket állítjuk össze. Addig pihen a tészta, és utána kezdődik a nyújtás. Tehát kinyújtjuk, és különböző töltelékekkel pedig megtöltjük. A lényege az, hogy az ember normálisan hozzájön egyáltalán, meglegyen a megfelelő alapanyag, és ami nagyon fontos, hogy szoktassuk meg a gyerekeket, unokákat ahhoz, hogy ők is megtanulják, mert hiába csináljuk mi, nagymamák, ha utánunk nincs már senki, aki csinálja. Az eredeti beigli az csak diós meg mákos volt, mert ugye a parasztoknak régen csak ez volt, tehát simán nem csináltak most mi például almát, gesztenyét, meg mindent mákos vagy kakaósat. Hát régen ilyesmi nem volt. Úgyhogy mi most úgy gondoltuk, hogy mi a régit csináljuk, a hagyományost, és a két unokám segített, illetve én csak asszisztáltam, mert ők csinálták az egészet. Tudomásom szerint ez sváb eredetű, tehát régen a szüleimnél, nagyszüleimnél is csináltuk ugyanezt még. Nagyon sokszor, például a szüretre is nagyon sokszor csinálni, vagy amikor régen volt az aratásnak a befejezés, akkor volt ugye aratási buli, akkor az aratásnál, tehát nem kimondottan csak karácsonyra. Voltak azonban olyanok is, akik nem a hagyományos töltelékekkel dolgoztak. Mi csináltunk, ami úgymond ilyen nem megszokott, sütőtökös narancsos beiglit, mákos beiglit csináltunk még, diósat, és gesztenyéset még, igen, gesztenyés rumosat. Ez most a vége, először ugye megkentük kajánsárgájával, aztán kitettük egy picit a hidegre, és most ugye a végén fehérje következik mégis, ez a vége, aztán megy a sütőbe. Nekünk van egy sajátos receptünk, ez majdnem egy ilyen hagyományos, kicsit zsírosabb tészta, kell tészta, élesztőből áll, hidegen keletjük, hidegen tároljuk egy jó 2 óra hosszát igazság szerint, és utána egy 20 percet melegen, és akkor úgy sütjük. Most nekünk többfajta töltelékünk van, például olyan, hogy mák, narancshéj, citromhéj, vaníliacukor, és a mákba szilvalekvár, és akkor csináltunk diós, az is narancshéj, vaníliacukor, fahéj, citromhéj, porcukor,
és leforráztuk egy pici kis tejjel, és akkor az egyik felébe tettünk rumot, a másik felébe meg egy kis mazsolát. A beigli sütőverseny is jól tükrözi, hogy nem csupán a nyelve, de sajátos konyha művészete is fontos kincse egy nemzetiségnek. Der Deutsche Verein Sexart organisierte das diesjährige Gala-Programm in Zusammenarbeit mit der Deutschen Nationalitäten Selbstverwaltung im Kulturzentrum Mihály Babits. Bei der Veranstaltung konnte Gruppen und Institutionen mit Bezug zu dem Schwabtum von Sexart auf die Bühne treten. Außerdem wurde im Rahmen des Programms des Preis Ungardeutscher Nachwuchs verliehen, der an der Grundschüler verliehen wurde, der sich am meisten für die schwäbische Kultur eingesetzt hat. A szexádi német nemzetiségi egyesületben már a 90-es évek eleje óta hagyomány, hogy a kisebbségek napjához kapcsolódóan minden évben megrendezik gála műsorukat, amelyen a városban működő német nemzetiséghez kötődő csoportok lépnek fel. Két év kihagyás után idén ismét megtartották a Tolnai megyeszékhelyen az eseményt. Természetesen a hagyomány ápolásán túl az, hogy megéhessük nemzeti identitásunkat, büszkék lehessünk arra, hogy honnan származunk, hogy együvé tartozunk, és hát öröm egymással találkozni, kihasználjuk a lehetőséget, hiszen hát ugye az energiaválság miatt egyrészt örülünk, hogy itt lehetünk, másrészt meg tartunk attól, hogy ismételten egy picit beljebb kell húzódnunk a saját házainkba, mert hogy hát a próba lehetőségek és az együttlét lehetőségei beszűkülnek majd várhatóan, bízunk benne, hogy nem így lesz. A rendezvényen díjátadásra is sor került. Minden évben átadjuk az Ungarndeutscher Nachwuchs díjat, ami azt jelenti, hogy mondjuk ilyen sváb utánpótlás, sváb friss hajtás. Ez egy általános iskolásoknak adható díj. Minden évben az az általános iskolás, vagy azok az általános iskolás diákok kapják, akik abban az évben a legtöbbet tették a német nemzetiségi kultúra ápolásáért, fenntartásáért, a tradícióink megőrzéséért. 2009-től adjuk át ezt a díjat. A nagyapám, Néhai Klézli János nevéről lett elnevezve a Szexuális Német Nemzetiségi Önkormányzat díja, és ebből az alkalomból a család felajánlott egy pénzösszeget alapítvány formájában, vagy alapítványi keretek között, aminek a célja az, hogy az utánpótlás nevelést, az utánpótlást támogassa ez az alapítvány jellegű pénz. Ennek a kamataiból, illetve az egyesület hozzátett pénzéből tudunk díjakat, vagy illetve pénzjutalmat hozzátenni, ami egy általános iskolás számára talán vonzó lehet, de hát nyilván ezek a diákok nem elsősorban ezért csinálják, hanem valószínűleg, ahogy én nézem, szívből és szeretetből. Az elismerést idén Gancer Nóra, a DNS Valéria általános iskola 8. tanulója vehette át a verseny eredményeiért és hagyományápoló munkájáért. Nagyon örültem, hiszen sokszor vettem részt német nemzetiségi ünnepségeken, sokszor öltöztem be, és számomra fontos a német hagyományok ápolása. Dédi mamám, dédi papám sváb volt, és ezért nekem is fontos. Ezzel többek leszünk. Tudjuk az őseink hagyományát, és jobban belelátunk a történetükbe, és ezért jobban tudunk fejlődni. Ez a nap a nemzetiségek napja, amely már 1995 óta kisebbségi napként volt ismert, és 2012-ben lett a nemzetiségek napja, és ettől kezdve minden évben megünnepeljük a nemzetiségek napját, hiszen itt a városban is több nemzetiség ember él még, és hát az iskolákban is német nemzetiségi oktatás folyik, ahol a hagyományápolást folytatják a gyerekek. Na most, ugye ez, ha jól számolom, 27. éve. Sajnos az elmúlt két évben elmaradtak ezek a rendezvények, pontosan a járványügyi helyzet miatt, de most újból örülök, hogy együtt tudjuk ünnepelni a kisebbséggel ezt a napot. Oh,
szép számú közönséget vonzó programon fellépett többek között a Német Nemzetiségi Önkormányzat óvodájának csoportja is. Nagyon nagy örömmel fogadtuk ezt a felkérést a Német Nemzetiségi Egyesület részéről, hogy újra a színpadra állhatnak a gyerekek. A Covid időszak előtt minden évben rendszeres fellépői voltak a gyermekeink ennek a rendezvénynek, úgyhogy nagyon örülünk a meghívásnak. Német nemzetiségi táncokkal és dalokkal készültek a gyerekek, Tolna megyei gyűjtésű táncokat és dalokat fognak előadni. Harmonikán kíséri őket Keller Anti bácsi, ő már rendszeresen jár hozzánk az óvodában német nemzetiségi táncpróbákra. Több mint 30 éve van az óviban német nemzetiségi néptáncoktatás, ugye a kiemelt feladat a német nemzetiségi nevelés az óvodában, a kétnyelvű nevelés, és ezen belül pedig különösen nagy hangsúlyt fektetünk a német nemzetiségi hagyományoknak az ápolására. Ezen belül több mint 30 éve, ahogy már mondtam, működik egy német nemzetiségi tánccsoport az óvodában, akik heti rendszerességgel próbálnak, minden iskolába menő gyermek részt vesz, és törekszünk arra, hogy minden gyerek lehetőséghez jusson, hogy egyszer legalább az óvoda élete során népviseletet húzzon, és német nemzetiségi néptánc fellépésen vegyen részt. Az eseményen Gyurkovics János, Szekszárd alpolgármestere is részt vett. A pandémia elmúltával gyakorlatilag teljes évet próbálunk megélni, ebbe tartozik a németek nemzetiségi gálája is. De előjáróban azt kell mondanom, hogy Magyarországon és Szekszárdon is nagyon-nagyon sok nemzetiség él, és gyakorlatilag ezeknek a nemzetiségüknek kettő szerepük van, mert kettő nyelvük és kettő kultúrájuk. És hát gyakorlatilag azt kell megemlítenem, hogy az anyagi javak azok múlandók, de a kultúra az örök, és hát a másik része dolognak, annak a megfelelő ápolása és továbbvitele, az egy nagyon-nagyon szép dolog, és ehhez minden lehetőséget meg kell adni, meg kell kapni, hogy ez generációról generációra tudjon terjedni, és gyakorlatilag a most fellépő fiatalok, gyerekek, még a dédnagyapjuk szívét is megdobogtassák a megfelelő műsorral, és hát kellemes emléket tudnak idézni. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.